A válogatott szünet alatt férfi labdarúgó csapatunk több tagja is a saját nemzeti csapatában szerepelhetett, ám az itthon maradt játékosoknak ugyanúgy folytatódtak az edzések. Erről a periódusról beszélt német balhátvédünk Marcel Heister és pályaedzőnk Máté Csaba. It's not easy. Három sorozatban helytállni egy csapatnak sem egyszerű. Szerencsére mély a keretünk, sok játékosunk van, akik képesek pótolni az esetleges hiányzókat, vagy azokat, akik pihenőt kaptak. Az edző mindenkinek megadja a lehetőséget a pihenésre és a játékra egyaránt. Eddig nem igazán voltunk hozzászokva ez a ritmushoz, amiben most is vagyunk, így a mostani edzések is eltérnek a megszokottól. Bejövünk az edzőközpontba, végig csinálunk egy másfél-két órás kemény edzést. Nap mint nap ebben a formában készülünk a BL-re és a bajnoki mérkőzésekre. Jó, hogy egy kicsivel több idő jut a pihenésre a válogatott szünetben, de ilyenkor sem áll meg a munka. Volt két nap pihenünk, hogy feltöltődjünk mind fizikálisan, mind pedig mentálisan is. A hiányzó játékosokat fiatalokkal helyettesítjük, akiknek ez nagy lehetőség, hiszen bemutathatják, hogy van bennük potenciál. Két nap pihenőt kaptak a játékosok az utolsó mérkőzés után, a mezőkövesdi mérkőzés után. Azok, akik nem mentek a válogatottba, a válogatottak természetesen azonnal a válogatotthoz mentek, és szinte pihenő nélkül játsszák végig ezt a periódust is. Akik itt maradtak, azoknak jót tett ez a két nap pihenő. Csapatunk pályaedzője azt is elmondta, hogy a játékosok mögött hagyott időszak fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb számukra. Az elején sikerélményekben volt gazdag ez a sorozat, a nemzetközi sorozat, hiszen mindig tovább jutott a csapat, ez egy sikerélményt adott. Most a csoportmérkőzések során ugye már voltak vereségek is, azonban talán nem úgy viseli meg a csapatot, mint hogyha meglepetésszerűen éri valakit a vereség, de talán ezeket mentálisan másképp dolgozzák fel a játékosok, mint egy klasszikus kudarc élményt. Balhátvédünktől megtudhattuk, hogy az edzéseken nincs nagy különbség, ugyanolyan elszántsággal hajtanak, mint egy tétmeccsen. Így Máté Csaba elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben ez sokkal inkább szervezésileg bizonyul nehéz feladatnak. A válogatottban lévő játékosok hiányát leszámítva nem látok túl nagy különbséget az edzések között. A kerethez csatlakozó fiataloknak is meg kell érteniük, hogy ezeket a tréningeket pont olyan fontossággal kell kezelni, mint egy nagy téttel bíró mérkőzést. Többüknek sem ezek az első edzései az első kerettel, így a frissen felkerülőknek ők is példát mutathatnak ezzel a mentalitással. Nem szabad elfelejteniük, hogy nem csupán a meccseken, de az edzéseken is a Ferencváros képviseljük, ez pedig megköveteli, hogy maximális erőbedobással végezzük a feladatokat. Teljesen mindegy, hogy hol lépünk pályára, akár a BL-ben, akár a bajnokságban játszunk, ez a címer arra sarkal mindenkit, hogy komolyan vegye a feladatokat még az edzéseken is. Ferencváros. Szergely minden edzés előtt meghatározza, hogy hány játékosra van szüksége, annyi játékost hívunk a második csapattól. Természetesen ez is egy nagyon szoros kontroll alatt működik, hiszen le kell tesztelni ezeket a játékosokat, őket el kell szeparálni a többiektől, az öltöző szempontjából is. Tehát ez inkább szervezésileg egy nagyobb feladat, azért jó páran közülük már megfordultak az első csapatnál, azért nem akkora újdonság éri őket. Az első csapat játékosai meccsterhelést tudnak kapni, ez nagyon fontos számukra. A második csapat játékosai pedig, akik lehetőséget kapnak pályára lépni, megmutathatják magukat, és ez számukra egy nagyon jó lehetőség. Itthon maradt játékosaink válogatottban szereplő társaikért is szoríthattak, és a magyar válogatott EB kijutását is nagy örömmel fogadták. A csapat többi tagjával folyamatosan követjük, hogy mi történik a válogatottban a társainkkal, így ez most sem volt másképp. Az első perctől kezdve szurkoltunk nekik. Nem kezdte túl jól a sorsdöntő mérkőzést a magyar válogatott, de végig hittünk bennük és a sikerükben. Őrült végjáték volt, de a lefújás után nagyon boldog voltam. Örültem, hogy ilyen eredmény sikerült elérni. Szinte azonnal nyúltam is a telefonomhoz, és azonnal küldtem nekik a gratuláló üzeneteket. Válogatott játékosaink visszatérése után előbb a bajnokságban a Budapest Honvéd, majd három nappal később a Bajnokok Ligájában a Juventus lesz a Ferencváros ellenfele.